A koronavírus járvány megnehezítette a 2020-as évet a turizmusból élők számára, komoly kihívás elé állította a Nyíregyházi Állatpark dolgozóit is. A 35 hektáros területen közel 5000 állat él, és 150 ember dolgozik napi szinten, ráadásul 3 szálloda is tartozik a turisztikai attrakcióhoz. A komplexumban a nyár elején nyitás után fokozatosan erősödött a vendéglétszám, és a főszezont már igazi nagyüzemben dolgozták végig. A tavaszi nehézségek ellenére úgy gondolom sikeresen zárult a 2020-as esztendő a Nyíregyházi Állatpark számára. Ez egy nagyon komoly csapatmunka eredménye. 2019-ben rekordévünk volt, akkor 600 000 látogató érkezett hozzánk. Az idei esztendőben nyilván kevesebb vendéggel számoltunk, 400 000 vendég jött el az elmúlt esztendőben hozzánk, de úgy gondolom, hogy ilyen COVID-járvány idején ez kiváló létszámot jelent. Nyilván ez a csökkentett létszám, ez 500 millió forinttal csökkentette a költségvetésünket is, de egyrészt spórolással, másrészt a munkák átszervezésével, illetve a kormányzati segítséggel és Nyíregyháza város segítségével talpon tudott maradni a Nyíregyházi Állatpark. Az itt dolgozó 150 ember nagyon komolyan vette az összes járványügyi intézkedést, és nagyon fegyelmezetten dolgoztunk. Munkákat átszerveztük, tehát A és B hétre osztottuk be, így nagyon keveset találkozott a két csapat egymással, és mi itt az irodán és külön-külön irodahelységekben dolgoztunk, és majdnem, hogy interneten keresztül tartottuk egymással a kapcsolatot. Előre gondolkodott a takarmányozási osztály is, hiszen sok olyan állat van a parkban, amelyek különleges ellátást igényelnek. Az oroszlán fókák számára például speciális tengeri halakat kellett betárolni több hónapra előre, hogy ha lezárják a határokat, akkor is el tudják látni őket megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékkal. Az intézkedéseknek köszönhetően az állatok viselkedése nem változott a látogatók hiányának ellenére sem. A 2020-as esztendőben több mint 200 állatbébi látott napvilágot, és számos igazi zoológiai különlegesség volt. Ilyenek voltak például a hármas siker fehér oroszlánok, vagy később a négy kis normál színű oroszlán. Ez utóbbiak például azért különlegesek a szívünknek, mert az itt élő első alapító oroszlánok, a dédunokái láttak itt napvilágot. Talán a legnagyobb szenzáció szakmai szemmel a Geoffroy macska születése volt, hiszen az egész világon zártartási körülmények között összesen 95 tenyészpár él itt a világon, és nagyon kevesen tudják szaporítani. A 2020-as esztendőben összesen 3 állatkertnek sikerült ez a világon, köztük egy itt látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A csereprogram keretében is számos különleges ritka madár érkezett hozzánk, mint a molukán kakadú, a vázapapagáj vagy a különleges csőrű tukánok, de a patásállomány is szépen gyarapodott, például a grévi zebrák is érkeztek hozzánk. Reméljük, hogy majd a minél hamarabb nyitás alkalmával ezt meg tudják majd tekinteni a vendégek is. A Nyíregyházi Állatpark fontosnak tartja a jó kapcsolatok ápolását a világ állatkertjeivel. Régóta szoros az együttműködés Kassával. 2020-ban közös Interreg pályázatot is nyertek, ezzel erősödhet a turisták cseréje a két város között. Fontos szempont a nyíregyháziaknak a segítségnyújtás a határmenti állatkertek számára. Így kerültek a borjú fókák a szerbiai Palics állatkertjébe, hamarosan oroszlánok utaznak a horvátországi Eszékre, Nagyvárad pedig szibériai Tigristvár nyíregyházától. A park folyamatosan fejlesztéseken dolgozik, néhány még csak az ötlet fázisában van, de számos már a tervezőasztalon. Elkészült az India ház, amit a tavaszi nyitáskor szeretnének bemutatni a nagy közönségnek.